Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Stickeri vagyok, a Vajnégy videójátnék meg az én hivatalos YouTube csatornáján, és egy kicsit elkezdtünk foglalkozni a Dishonored-del, ami a Bethesda új FPS játéka, és igencsak nagy várakozás előzte meg, hogy meglátjuk, hogy mit tud nyújtani. A szokásos gameplayt fogom erőltetni, tehát megyünk, én kommentálom, hogy mi történik, meglátjuk, mi sül ki belőle, nézzük is, hogy miről van itt szó. Mi a császárnőt szolgáljuk, címünk Lord Protector, valamiféle védelmező félék vagyunk, és olyan korban élünk, ahol hazánkat patkánypest is sújtja, tehát minden tele van patkányokkal, akik elég agresszívak és fölzabálnak mindent és mindenkit, és a császárnő megbízásából diplomáciai küldöttként meglátogatunk több nemzetet is, hogy segítséget kérjünk tőlük, ugyanis kezd kicsúszni a kezünkből az irányítás. Hogy itt kerülünk képbe, éppen hazafelé igyekszünk, megérkezünk a császárnőhöz, akinek átadjuk a levelet, és itt lépünk be a játékba az első akcióval. És már megy is az akció! Hú, anyám, mik azok a tetőn? Mik ezek? Mit csinálja? Jobb kezemmel támadok, akkor a bal gombot nyomom, a jobb kezemmel... A bal kezemmel, akkor meg a jobbat. Hát ez egyértelmű. Ez jó van akkor. Mi van? Bal kontrollal védünk. Már le is védtem. Nincs itt a akció. De miért kell a bal gombot nyomnom a jobb egér, vagy a jobb támadásra? Szóval értem, de mindegy. Ezzel nem üljünk túl. Ezt neked. Ennyi. Ennyi volt. Yeah. Hát bizony. Jaj! Hú, de kraftos! Ez az, adjál neki. Ja nem, nem velünk van. Hoppa. Anyut leszúrták, a kislányt meg elviszik. Én meg... fetrengek. Vége van. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Hát, ezek nagyon szomorú képek. Nem én voltam. Nem én voltam. Semmit. Te szarházi. Tuti ez volt. Ennek ilyen patkányfeje van. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Persze. Na, csak így leütne. Na, hát ezekkel a képsorokkal indul. Ez a jó kis játék. Azután a börtönben találjuk magunkat. Nézzük, mi történik itt. Több hónappal. Ó, az elfogásom után. Ez az utolsó napom. Holnap fognak lefejezni. Hé! Finoman azzal a bökővel, barátom. Még megégetsz valakit. To think? Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away and no one will ever know the truth. Mondom én, hogy ez a szemét láda volt. But it's for a good cause. This country needs strong leadership now. Something to guide the weak. And that's where we... Szóval te majd itt a jó átveszed a vezetést, aztán jó lesz nekünk. Even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time. Nagyon jó. Örülök neki, hogy ott lehettem. Goodbye. Na, szóval most én viszem el a balhét. Közben ezek a nyomorultak voltak. Na. Haló. Értem. Ez valami jó kis titkos dolog. Hol vagyok? Börtöncella. Nagyon szép, meghitt.
ablakom is van. Na, nézzük. Kenyér. Akkor együtt meg. Hoppá! Üzenet meg kulcs. Nem számít, kik vagyunk. Mi hiszünk önben. Nagyszerű. Most megszoknak meg minket a börtönből. Na. Akkor csapassuk. Fegyver. Meg zsé. Az jó. Érme. Na hát. Úgy látszik többféleképpen megoldhatóak itt a feladatok. Most a lopózós témát próbálom erőltetni. Meglátjuk, hogy sikerül, mi van itt. A balegér gombban meggyilkoljuk az ellenfelet. Bal kontroll lenyomásával. Eszméletét veszti. Aha, és hogyha eszméletét veszti, akkor nem mennek rá a patkányok. Szívélyesebbek lesznek velem az emberek, és a többi. Jó. Na, akkor csendes. Csendes lopakodós tolvaj módba. Csapatjuk. Nagyon vicces lesz. Csak én már akkor nem leszek itt, amikor ti kivégeztek engem. Kis gyökerek. Na. Megvárjuk még ez el, hogy aztán megnyomjuk akkor a kontrollt. Hő, hát na mi van? Ajjaj. Ez nem sikerült. Nem lenyomni kell a kontrollt, hanem nyomva tartani. Ezeket lemészároljuk gyorsan. Mit akarsz te? Senki házi. Így van. Egy védés. Egy lefejezés. Látod? Azt hitted, én leszek lefejezve. Te kis nyomi. Majd keresd meg a fejedet, aztán hozd el a kivégzésemre. Te kis szarházi. Na. Osonunk, lopakodunk. A gyaloghíd. Menjünk a gyaloghíd felé. Na, nem látok semmit, nagyon sötét van. Na jó. Hol adjunk? Szokolov életerő elixírja. A pisztoly, erről van szó. Mondjuk ezt a pisztolyt most annyira nem fogom használni, hogyha lopakodok, de mindegy, azért jó, ha van. Bálna olaj adó. Biztos menő volt bálna olaj. Na, fölmásztunk. Ez mi? Sózott nyárkahal konzerv, az finom volt, biztos. Cet hús konzerv. Angolna zselé. Csak ide ne hányjak. Hopp, még egy kis zsé. Töltény. Oh! Az. Hát ezek meg honnan jöttek? Gír. Hát ezeket könnyű lepaszabolni. Na, ennél volt a kulcs is. Jó, akkor legalább most már van egy kulcsunk. Erről van szó, udvari ösvényel vagyunk. Még egy kis pénz, ez mindig jó. Hát akkor menjünk. Oh, be lehet kukucskálni a kulcsjukon. Nincs itt semmi. Nincs itt semmi látnivaló. Akkor haladjunk. Így van. Na, itt vagyunk, és most? Vedd fel a robbanóanyagot. Jó, felvesszük a robbanóanyagot. Még egy kis pénzt magunkhoz veszünk. Hopp, itt egy levél. Szolgálatos tiszt. Jó, olyan. Ez meg mi?
Úgy látszik, elég durván megkínoztak engem. Üres üveg. Vinni. Most nem dobálódzunk. Nagyszerű. Na, itt vagyunk végre. Robbanószer. Na, hát ez megvan. Na, itt most okosan kéne zúzni. Leütjük azt, aki háttal áll. Jaj. Aztán, hát észrevettem. Na jó, csak egy kicsit vett észre. Na. Ez az, sikerült. Csodálatos. Kifosztjuk. 20 érme. Na most a következő barátom. Azt ellopjuk. Nem is bántjuk, csak elveszük, amit kell. Nem, milyen aranyosak vagyunk. Nézzük, mi van itt. Ha már közel járunk, még igazán valahogy végig kéne osonni. Ezen a folyosón már csak 30 méterre vagyunk. Jó, az háttal van, akkor követjük ezt a bácsit itt. Na, de hogy vesz észre, az árnyékba vagyok? Na, nincs itt semmi. Bassza, hát ez szétetlen. Jó, akkor ez jó sikerült megint. Akkor harcolunk. Na, jöjj már. Úristen, mindjárt meghalok. Mi bajod? Ellentámadás. Jó. Tökéletesen időzítem a védést. Na, nekem jössz te. Na, együttés és vége. Kevés az életerőm. Hát jó, elég kevés. Jó, na nézzük, mi van itt benne. Életerő elég szép. Halolaj, meg angolna zselé. Kedvenc falatunk. Betolunk egy pár tengeri szart. Ajtó emelő. Ez az. Helyezd el a robbanóanyagot. Hoppá. Majdnem belerohantunk egy kis dajdajba. Az észrevett. Jaj. Most mi lesz? Na, jössz már? Na, ide felugrunk. A sunyiba. Jó van, csak gyere már. Hoho. Ugye átvertelek. Messze. Na. Bezárjuk az ajtót. Meg még egy kis cetkonzervet betolunk. Na. Akkor robbantsunk. Szemetes. Hol lehet mászni? Azt. Jó, bemásztam a szemetesbe. Na hát ez nagy mák.
Ez hatalmas mák, kérem, szépen bemásztam a szemetesbe, és nem tudják, hol vagyok. Hát ez tök jó. Csak én sem nagyon látom, hogy ők hol vannak. Na, ott jön. Életelő elixírt azért betolunk. Na, megvárom, még visszafele jön. Aztán futunk. Na, jössz már? Rájt. Na, spuri! Jézusom, merre kell menni? Jaj, már lőnek is. Ugrás. Bám. Ússzá, ússzá. Ó. Oh. Ez az. Ez az, ez az. Hol vagyok? Ott van. És megvan. Be a csatornába. Ah, hát akkor annyira nem túl izgalmas első pálya. Reméljük a későbbiekben több izgalom lesz. Úgyhogy jövünk hamarosan a második résszel, ami a csatornában fog zajlani.